Ülésezett a képviselőtestület, leégett a házuk, segítséget kérnek, tanúkat hallgattak ki, sütőben tartották a pénzt, a szakács ellopta. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 25-én 18 óra 5 perckor. Soron kívüli ülést tartotta a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete. Köszöntötte a testület Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsost, aki 13 évig szolgált a Szent István király római katolikus plébánia élén. Tisztelendő úr köszönetét fejezte ki a város vezetői irányába, akik mindig támogatták munkásságát, és elmondta, hogy Karcag örökké különleges hely marad a szívében. A július 1-én Szolnokon megrendezett második Sihan Furkó Kálmán emlékverseny és nyílt világkupán Magyar Levente a Karcagi Sportegyesület karate és thaibox szakosztály versenyzője első helyezést ért el. Őt és edzőjét, Gyarmati Imrét is köszöntötte a testület. Településfejlesztési célokhoz kapcsolódóan szükségessé vált Karcagváros település szerkezeti tervének, valamint a karcagi építési szabályzat és szabályozási tervének a módosítása. A Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítására tett javaslatot egyhangulag elfogadta a testület. 2015 óta támogatja az önkormányzat a Medicopter alapítványt. Képviselői javaslatra a 2023-ra tervezett támogatási összeg duplájával járul hozzá a város a sürgősségi betegellátásban alkalmazott eszközök beszerzéséhez. Szükségessé vált a karcagi többcélú kistérségi társulás működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása és aktualizálása. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kacsó út 16 szám alatti ingatlanra érkezett egy vételi ajánlat. Az értékesítésre tett javaslatot elfogadta a testület. Talán több mint 10 éve pályázaton van meghirdetve, nem jelentkezett eddig vevő erre az ingatlanra. Tehát szerintem elég időt adtunk azoknak az érdeklődőknek, akik ezt szerették volna megvásárolni, vagy bármifajta vállalkozási tevékenységre igénybe venném. Emiatt is került ingyenesen, ha jól emlékszem, átadásra az egyik alapítvány számára, hogy addig, amíg nem jelentkezik vevő, addig legalább ne álljon üresen az épület, és valami fajta társadalmi haszna legyen. Maga az épület egyébként nem olyan állapotban van, még megtekintésre sem jelentkezett eddig senki. Ahogy képviselő úr is felolvasta, ugye a város érdekből is el lehet adni ezt az ingatlant. Nyilván a városnak az az érdeke, hogy az a terület, amely egyre szebben és egyre jobban fejlődik, egyfajta második városközpont, legalábbis üzleti központ került ott kialakításra, hiszen a piaccsarnok, a piac, a BHG üzletsor és a hozzá kapcsolódó üzletek szépen felújításra kerültek, folyamatosan üzemelnek és egyre nívósabb színvonalat képviselnek. Én azt gondolom, hogy az a sarok is megérdemli azt, hogy rendben legyen. Jött rá egy ajánlat, természetes, hogy az értékbecslése is megtörtént ennek az ingatlannak, jóval ez alatt az ár alatt van egyébként, elárulom, hiszen azt is előírja a jogszabály, hogy az értékbecslés alatti áron nem is adhatja el az önkormányzat, tehát sokkal alacsonyabb árat mondott az értékbecslő erre az ingatlanra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ragadjuk meg azt a lehetőséget, hogy van egy érdeklődő, egy nagyon jó árat mondott erre az ingatlanra, vélhetően üzemeltetni is fogott egy vállalkozást, mint ahogy ezt tette egy másik ingatlanon a településen, amely szépen kialakításra került és folyamatosan működik a Kisújszállási út és a Deák körút sarkán. Tehát ugyanarról a vállalkozóról beszélünk, aki üzemelteti az ottani pékséget, itt is egy pékséget és kávézót szeretne nyitni ebben az ingatlanban. Én azt gondolom, hogy fogadjuk el és éljünk ezzel a lehetőséggel. A Noszvaj belterületén található 1158 és 1161 helyrajzi számú ingatlanok vételi árajánlatának elfogadása is megszavazásra került.
a Noszvaj belterületi 1057/1-es helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítését is tárgyalták. 2017-ben pályáztak a karcagi kistérség települései konzorciumi formában a helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatra, aminek zárása előtt lehetőség nyílt egy ráemelési kérelem benyújtására, ami egyhangulag megszavazásra került. Egy 3 gyermekes család háza égett le szinte teljesen Nagyrábén. A nehéz helyzetbe került család támogatásért a település polgármestere is kampányt indított, lakossági felajánlásokat várnak. A pusztító lángok közé rohant a nagyrábéi Erzsébet, hogy kimentse alvó gyermekét. A család otthona vált szinte semmivé, támogatásukért a polgármester is kampányt indított. A tűz egy 75 négyzetméteres lakóépületben és a szomszédos tárolóban tombolt Nagyrábén. Egy 3 gyermekes család háza égett le, szinte teljesen. Tehát augusztus 9-én volt 20 év, hogy oda költöztünk. A semmiből, pénz nélkül, hitellel. És most kezdjük újra. Újra hitel, és újra, semmi nélkül. És most lettek készen. És most lettünk kész. Amikor beléptünk a kapun, akkor azt éreztük, hogy igen, ez a mi munkánk. Mert nem egy szállodába kell jól érezni magunkat, vagy egy tengerparton, hanem otthon. Otthon. A családommal. És azért lett ilyen, amilyen az otthonunk, hogy... Tehát tényleg egy otthon volt, ahol mindenki szívesen jött, ahol mindenki azt mondta, hogy imád itt lenni, mert ez egy arborétum, és minden, és most semmi. Most csak romok, meg fűszag. A tűzről az oltás alatt a helyszínen tartózkodó tiszai Károly polgármester is posztolt közösségi oldalán, arra kérve a helyieket, ha tudják, támogassák a családot. Nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk, amit kaptunk, lelki segítséget, anyagiakban mindenhogy segítenek, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, csak még a vége az nagyon messze van. Televíziónknak sikerült elérnie a károsultakat. A családanya Erzsébet könnyek között mondta el, hogy a tűzeset a reggeli órákban történt. Férjével már dolgozni voltak, amikor a szomszédjuk kétségbe esetten hívta fel, hogy ömlik a konyhájukból a füst. Leégett a házunk, az életünk, a saját munkánk, és amire szükségünk van, az anyagi segítség, mert az összes pénzünk az irataiból nagy rész minden. A szülők hazaérve azt látták, hogy mindenhol ömlött a füst, és már több helyen a lángok is felcsaptak a hosszú parasztház tetőszerkezete alól. A szomszéd asszony hívott fel a munkahelyemen, hogy tűz van, valami füstöl, pukkant füstöl, akkor hazamentem, 5 perc, szerint annyira van a munkahelyem. Hazamentem, és már akkor az ajtón nem tudtam bemenni, az első ajtót vertem, ütöttem, nem tudom, hogy mentem be. A gyereket kihoztam, és utána már minden égett. Közben hívtam a férjemet, ő is hazajött. A palatető szinte teljesen megsemmisült a tűzben, de a konyha is leégett. A család jelenleg a 2 éppen megmaradt kis szobában húzza meg magát. Igen, néztük, csak én mondtam neki, hogy lehet, hogy elektromos. Tehát amikor azt mondták, hogy pukkanás és hogy füst van, akkor gondoltam arra, hogy tehát a filmekben is ugye pukkan, meg mit tett, akkor gondoltunk arra, hogy elektromos tűz lehetett. De akkor már mire a férjem azért jóformán, akkor égett minden. Az ingóságaik nagy része oda lett, vagy használhatatlanná vált. A tűz során a villanyóra is megolvadt. Így jelenleg áram nélkül kénytelenek átvészelni ezeket a nehéz napokat. Olvadt minden le. Égett, pattogzott az üveg. Nincs konyhám, nincs tetőnk, sorolta az édesanya, aki televíziónknak azt is elmondta, hogy szerinte elektromos zárlat okozhatta a tüzet a konyhában. Részletezte Erzsébet, aki hálás azoknak az embereknek, akik támogatták őket a pusztító tűzvész óta.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség 2022. augusztus 5-én különös kegyetlenséggel elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat azzal a 23 éves büntetlen előéletű férfival szemben, aki 2021. december 30-án Jászlagyányi otthonukba egy 7 cm pengehosszúságú késsel, csaknem 130 késszúrással megölte feleségét azután, hogy a nő elmondta, megcsalta. Az ügyben igazságügyi orvos szakértő meghallgatására és iratismertetésre került sor a szolnoki törvényszéken. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, emberölés miatt indított nyomozást a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 22 éves jászladányi férfi 2021. december 30-án a délelőtti órákban előzetes szóváltást követően több készszúrással megölte feleségét, majd az elkövetés eszközét megpróbálta elrejteni. Az egyenruhások elfogták, és a megyei rendőrfőkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki kihallgatásakor beismerő vallomást tett. Az ügyben most igazságügyi szakértők meghallgatására és iratismertetésre került sor a szolnoki törvényszéken. Pénzt tároltak az egyik újszászi étterem használaton kívüli sütőjében, a szakács ellopta. A férfi ellen vádat emeltek. A szolnoki járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat egy Pest vármegyei lakhelyű férfival szemben, aki egy étterem szakácsaként ellopta a raktárból a nem használt sütőben tárolt készpénzt. A férfi a munkája végzése során észrevette, hogy az étterem raktárhelyiségében lévő használaton kívüli gáztűzhelyben a tulajdonos nagy összegű készpénzt tárol. A férfi 2022. augusztus 16-án kora reggel a részére munkavégzéshez átadott kulccsal bement az étterembe, és a gáztűzhelyből 843.000 forint készpénzt ellopott. Ezen kívül a nyitott kosszából további 115.000 forintot magához vett, majd az étteremből távozott. Tette nagyon hamar kiderült, az esetet követően elkapták, és nem kerülhette el a felelősségre vonást. A járási ügyészség a vagyonelleni bűncselekmények miatt már többször is büntetett, elbűncselekményt különös visszaesőként elkövető férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint az okozott kár megtérítésére tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!